Sziasztok, The Simsologist vagyok, ez pedig itt a Reflektorfény nevű sorozatomnak a következő része, és valaki éppen meghívott minket valahova, mert valami hírességet látott a lounge-ba, és úgy gondoltam, hogy Mészi elmehet veled, de nem akartam, hogy lemaradjatok így, ahogy bejelentkeztem, jött ez a felkérés, szóval elmegyünk, és amire nagyon figyeljetek, hogy megváltoztattam az OBS stúdió beállításait, mert azt írta, hogy túlterhelt a kódolás. Ugye ez az utóbbi pár videómban volt jellemző, mivel egyre több gépigénye van a játéknak, ahogy egyre több kiegészítő jön, ezért egyre kevesebb gépigényt tudok magára a felvételre fordítani. Szóval változtattam kicsit a beállításokat, úgyhogy mindenképp figyeljétek, hogy a videó megfelelő minőségű-e, mert ugye csökkentettem a beállításokat, de ennek ellenére nem szerettem volna, hogy maga a felbontás, a hang vagy bármi rossz legyen. Úgyhogy ja, majd jelezzétek vissza. Szóval elmegyünk ezzel a nénivel most szépen ebbe a lounge-ba, és foglalkozunk egy kicsit Mészinek a magánéletével és a hírnév felé vezető útjával. Ugyanis, ahogy már tudhatjátok, Mészi egy olyan karakter, aki nem annyira törődik más emberekkel. Szóval ő nem feltétlen egy pozitív karakter, és ez szerintem teljesen jól van így, mert nem kell minden Simnek egy angyalnak lennie. A játék mindenképpen jobban fut így, hogy mások a beállítások, bár annyira feltűnő különbség nincs, mert a játék maga anélkül is jól futott, hogy változtattam volna a beállításokat. Na nézzük, kik azok, akik itt híresek, mondjuk ez a bácsi elég híresnek tűnik, próbálkozzunk bevágódni nála, mindenképpen hasznos lehet a karrierünkhöz és a hírnevünkhöz, hogyha egy híres Simmel sikerül kapcsolatot létesítenünk. Attempt introduction. Ad nekünk autogramot? Ez király. Le is fényképezzük természetesen, mert Mészi még nagyon-nagyon rajong, és majd eljön az az idő, amikor érte fognak rajongani a Simek, és teljesen meg lesz vadulva mindenki. Nézzétek az arcát, hogy mennyire örül ennek az autogramnak. Egyelőre. Még örül. Nem tudom úgy megcsinálni, hogy ne legyen túl messze ennek a bácsinak a fejétől, de nem baj, így is megfelel. Kár, hogy belelóg a keze a hajába. Amúgy. Ilyenkor. Felbecsültetjük ennek az autogramnak az értékét, mert ezért ugye sokkal több pénzt is lehet kapni. Sajnos egy kicsit kibukott így a sztárok látványán. Mondjuk elég udvariatlan dolog a sztár jelenlétében felbecsültetni az aláírás ennek az értékét. Na vajon mennyit ér? Remélem, hogy többet, mint eddig. Destin Broke. Ó, 100-at ér, az nagyon jó, de egyelőre nem érzem úgy, hogy hiányt szenvedünk a pénzben, szóval nem adjuk el, majd kirakjuk otthon, és gyűjtögetni fogjuk ezeket. A Rex Turicsi sorozatomban így is nagyon-nagyon sok autogramot adtunk már el, úgyhogy szerintem nincsen itt erre szükség. Nem értem, hogy a Simek miért teleportálgatnak mindig. Attempt introduction. Engedte, hogy megöleljük. Ez egy nagyon aranyos néni. Meet a Celebrity. Úgy látom, hogy ez egy külön program. Meet and greet. Mit csináljunk még vele? Hogyan barátkozunk össze vele? Exclaim, adoration, friendly, ask about interests. More choices friendly. Ask for a selfie. Annyira menő ez a szín, imádom, olyan jó a haja. Nézzétek, kár, hogy itt van mindenki. Nem tudjátok megnézni. A sminkje is nagyon jó, szóval ő is egy kitűnő stylist lenne. Ez egy tökéletes fénykép. Mészi-ről nézzétek a szemeit, abszolút fotogén. Mindegy, eltesszük emlékbe. Majd vissza kell nézni a régi képeire, és röhögnie magám. Viszont mi is csinálhatnánk itt valamit, mondjuk gyakorolhatnánk a gitáron, hogy ezzel is egy kis hírnevet szerezzünk magunknak. Hallottátok, milyen csirke hangja volt? A kis fennek. Egyébként el fogunk ájulni. Nagyon álmosak leszünk, és sok szereplésünkhöz kelleni fog amúgy. Micsoda fog kelleni? Gitárjártaság. Ehhez például comedy kellene, szóval rosszat kezdtünk el gyakorolni. Tell jokes. Még talán nem fogunk elájulni. Talán haza tudunk menni egy kis gyakorlás után is.
Mikor lesz a meghallgatás? Csütörtökön. Délben. Most szerda van, szóval elvileg még van egy napunk, és nézzétek, mennyire aranyos ez a néni, hogy támogatja a fennyeit, és idejött, és tapsolt nekünk. Ő egy olyan sztár, aki... vagy hát, amilyennek mindenkinek lennie kéne. Na jó, menjünk haza gyorsan. Megnézzük, hogy lehet-e valami fejlesztést végezni a lakáson ebből az 1400 szimóleumból. Szerintem király lenne, ha csinálnánk valamit. Mondjuk vennénk egy új konyhát, hogy ne gyújtsák fel többet a házat. Ez például kifejezetten hasznos ötletnek tűnik. Meg majd az ágyaikat is fejleszteni kell természetesen, mert nem olyan jó minőségűek, és nem alusszák ki magukat elég rendesen. Ajaj, Demiannek nagyon-nagyon kell pisilnie, és neki is van egy autogramja egy nénitől, ami szuper, és vele is kell majd csinálnunk valami melót, hogy állunk. Igazából a munkahelyünkön tök jól állunk, és elő fognak léptetni, szóval ez király. Jaj, ne pisilj be! Te meg ne állj, Jézusom! Ez nem jött ki túl jól. Na mindegy. Túl messze vannak egymástól, hogy lefényképezzem őket. Várj, mennyi, de Damien kell rólad egy jó kép. Ahogy teljes a káosz itt, ebben a házban. Kicsit nincsenek, nem urai a helyzetnek, én úgy érzem. Szeretek egy kicsit messzebb kell lenni, hogy a keret ne lógjon bele a fejükbe. Oké. Hát akkor Damien most pisilés helyett menj és zuhanyoz le, és imádkozz, hogy senki nem látta ezt a kis balesetedet, meg azt, hogy belelógsz az asztalba. Szegény Missy. Kicsit túltolta ezt a viccmesélés gyakorlást. Lehet, hogy kéne vennünk neki egy mikrofont itthonra. Mennyibe kerül egy mikrofon? Talán itt találjuk őket ebben a kategóriában. Aztán persze nem biztos. Itt van, 250-ben. Ha eladjuk 100-ért azt az autogramot, akkor a felét ki tudjuk fizetni. Úgyhogy jó célra megy. Missy ebből fogja finanszírozni a karrierjét és a fejlődését, szóval ezt eladtuk most. Damien-ét nem adjuk el, mert az egyrészt nem ér olyan sokat, másrészt meg Damien-nek nem kell most semmilyen dologra költenie. Ó, le tudjuk rakni oda, nem lehet felrakni a falra. Ezek szerint nem lehet ez ilyen asztalra rakós. Mindegy. Van egy kameránk. 85 ér. Nem adjuk el, hát ha szükségünk lesz rá még a későbbiek folyamán. Fessünk egy illusztratív festményt, keresünk egy kis pénzt ezután, illetve azért nézzünk körül, hogy miket lehet itt csinálni. 85 szimolont mindenképp hagyni kell a festésre. Lássuk a konyha felszerelést, mit lehet venni. Hát annyival jobb sütőt nem tudunk beszerezni, hogy megérje lecserélni a régit, szóval játszunk tovább, és majd, hogyha egy kicsit jobban állunk anyagilag, akkor visszanézünk a Build and Buy módba. Ügyes vagy, Damien, büszke vagyok rád. Keresed a pénzedet a munkádon kívül is. Vagy hát a munkahelyeden kívül is. Olyan aranyos dolgokat rajzol, megint azt a kutyás rajzot fogja készíteni szerintem. Amúgy drága egy ilyen cucca, való életben biztos tök király lehet. Együnk valami finomat, get leftovers, és nézzünk egy kis tévét. Illetve takarítsuk fel a pisit, amit oda csurgattunk, mert nem túl higiénikus, és nem túl kellemes a szaga valószínűleg. Watch movie, ezt most csináld. Ó, gratulált, hogy összebarátkoztunk Paolo Rokkával, nem tudom. Ja, tudom már ki az az a srác, akivel beszélgettünk a gymben. Miért nem nézed a tévét? Na, helyes.
Kajálás közben is el tudod ezt intézni, szóval ez ilyen két legyet egy csapásra. Sajnos későn kapcsoltam, hogy ilyet lehet, úgyhogy nem ment fel teljesen a szórakozás szükségletünk, de szerintem ez nem probléma. Annyira azért nincsen lent. Adjuk el az előző kis festményünket, 169 szimóleonért, és fessünk egy újat. Mondjuk egy klasszikus festményt most ezúttal, 100 szimóleonért. Marcus Flex! Ó, Gosna itt van a bárban. Van a hangout? Találkozunk kéne Marcus-szal. Még egyelőre nem döntöttem el, hogy ki lesz a nyertes, és kivel fog Damien végül kikötni, úgyhogy esélyt kell adnunk minden szimnek. Úgy gondolom, még mindig nincsenek a szimeitek a játékban, mert tényleg nem volt időm két rész között szimeket böngészni, hogy betegyem őket, de majd ígérem, benne lesznek. Marcus nagyon kicsípte magát ezt a mindenét. Hoppi, itt most egy kicsit megakadt a játék, illetve nem a játék, hanem az egerem meghalt most. Discuss outfit. És... kivel van rossz kapcsolat a Supriával? Vajon mi vesztek össze? Deep conversation. Express admiration. Wow! Azt nevezem extra hajnak a mindenit. Milyen a kapcsolatunk Marcus Flex-el? Nem olyan rossz. De milyen a kapcsolatunk a többi emberkével? Paolóval is egészen jó a kapcsolatunk, tehát jobb, mint Marcus-szal. De nem tudom, hogy ki illene jobban hozzánk egyelőre. Ezt még nem tudom eldönteni. Lehet, hogy egyelőre barátkozok mind a kettővel, aztán írjátok meg kommentbe, hogy Team Marcus, vagy Team Paolo, és akkor kitaláljuk, hogy ki legyen. Vagy lehet, hogy tartok róla egy szavazást a csatornán, ha nem felejtem el, és akkor... akkor ti választhatjátok ki, hogy végül kit válasszunk. Talk about dreams. Take picture together. Interview Marcus. Mondjuk nem kell dolgoznunk már, de egy kicsit maximalisták vagyunk. Friendly, complain about cold, tell engaging story, share photos. Ja, ezt már megcsináltam. Ja, nem. Most csinálunk fotót. Describe new idea. Hug. Deep conversation. Our choice is friendly. Jaj, aranyom nagyon beleéli magát ebbe a beszélgetésbe. Express admiration. Ternoy! Cuki. Oké, inside joke. Egészen jól áll egyébként a kapcsolati mutatónk, szóval én teljesen elégedett vagyok. Ő egy bro! A másik szim is egy bro, ha jól emlékszem. Úgyhogy ez bennük közös, úgy látszik, vonzuk a brókat. Share ideas. Propose crazy scheme. More choices. Ő non-committal. Akkor lehet, hogy vele egy kicsit nehezebb dolgunk lesz, mint Paolóval. Ez mindenképpen egy mínusz ezzel a... vagy hát igen, ezzel a kapcsolattal szemben. Hug. Tell engaging story. És úgy gondolom, hogy nem a bár előtt kéne beszélgetnünk egész este, most már nagyon jól áll a kapcsolati mutatónk, szóval egy rendeljünk valami finomat. Éhesek is vagyunk egyébként, vagy semmi problémánk? A szükségleteink az egekben. Order drink. Rendeljünk mindenkinek italt, mert ez növeli a hírnevünket. Melyik az olcsó? Sparkling water. Az egy kicsit túlságosan zsugori lenne. Rendeljünk valami rendes italt. Elég sok a szellem itt. Mondjuk nagyon színesé teszik ezt a bárt, ez igaz. Tehát egy kicsit egyhangú lenne nélkülük ez a hely. Most mindenkinek mi fizetjük a piáját? Remélem, hogy összesen fizettünk 15-öt, nem egyesével, mert az nekünk nagyon sokba fog kerülni. Melyik a mi italunk?
Mindegy, vegyünk egyet. Lehet, hogy ellopjuk valakinek az italát, de nem érdekes. És szerintem játszunk. Játszunk ezen az asztalon. Markusszal. Ó, több emberrel is lehet játszani, akkor vonjuk be a lányokat. Mondjuk a pultos nem biztos, hogy játszhat velünk a munka idejében, de szerintem ebből nem lesz probléma. Jéj! Nagyon kis cukik. Imádom ezeket a szimeket, mert mint hogy az összeset imádom a szimeimet, és imádok velük játszani. És imádok róluk képeket csinálni, igen. Olyan ügyesen játszanak. Emléknek is kell kép, nem csak támnélnek. Remélem, hogy Damienék nyernek. Amúgy tök jó, hogy így fele-felében osztották fel a játékot, szóval nem a két fiú próbálja lealázni a lányokat, hanem nemekben egyenlőség van. Ők nem tudom, hogy itt most mit pörgetnek, de nagyon beleélték magukat. Amúgy sem szabad pörgetni a csocsóban. Imádok csocsózni. Nem tudok, de imádok. Ez a legjobb kombináció. Ugyanígy vagyok a bowlinggal is. Egyébként imádok bowlingozni. Eddig életemben kétszer voltam. Nem tudok, soha nem tarolok le semmit, de nagyon élvezem. Közben megjött a lakótársam. Úgyhogy lehet, hogy halljátok a zárnak a nyitódását, mert nagyon-nagyon hangos amúgy. Úgyhogy ha éjszaka van, akkor is általában felszoktunk ébredni arra, ha valaki megérkezik. Nem tudom, hogy miért van aki akadva, nem is kaptak gólt. Hajrá, Damien! Jó, legalább a stimmel, hogy tényleg azokat a bábukat fogják, amiket kell. Szóval nem véletlen az egyik kezükben piros van, a másikban kék. Az ezért egy kicsit fura lenne. Meddig tart egy ilyen játék egyébként? Minden esetre úgy látszik rendkívül szórakoztató, és a társaság is kitűnő egy ilyen játék során, úgyhogy én ennek örülök. És úgy látszik, Marcus Flex távozni készül, bár nem úgy tűnik, egyáltalán nem úgy tűnik, mint aki éppen távozik a helyszínről, és a legkirályabb, hogy a szimek ide rakhatják a piájukat az asztalra, ugyanúgy, mint a való életben. Jaj, de cuki volt, hogy örült. Ó, jó, oké, elég lesz ebből a játszadozásból, mert gondoskodunk el Macy-ről is, az ő szükségleteiről és az ő szkíjeiről is, szóval élveztem ezt a báros kiruccanást, kedves Markus, köszönöm, hogy elhívtál minket, viszont most már haza kell mennünk. Mondjuk azért ne menjünk haza köszönés nélkül, szóval ne hagyjuk őket csak így itt, bár nem tűnik úgy, mintha észrevették volna, hogy mi amúgy elmentünk, illetve hát Damien elment. Azt mondja, hogy hug, ölelgessük meg, mielőtt távozunk. Ez a bácsi nagyon szeretne játszani valakivel, de kiabál mindenkivel, hogy miért nem akar senki játszani? Ez nem igazság, kiközösítetek. Úgy látszik, hogy Markus nem akart elköszönni tőlünk. Megvárjuk, míg Damien elmegy mosdóba, és aztán megpróbáljuk újra. Jól van. Nem szeretnénk, hogy megismétlődjön az az előbbi incidens, mikor is bepisültünk otthon. Ups, véletlen kikattintottam a körbe. More choices, more choices, hug. Markus, hajlandó lennél foglalkozni velünk egy kicsikét? Hát, ha nem, akkor nem. Ez esetben menjünk haza. Pedig én szerettem volna elköszönni tőle. Se baj. Majd felhívjuk valamikor. Töltőképernyő, yay! Én is hazaérkeztünk. Tök jó, hogy Damiennek ilyen jó a szükségletei még egy ilyen buli után is. És Macy valamiért úgy döntött, hogy megvárja őt ébren, és ezért nagyon, nagyon fáradt most. És hamarosan mennünk kell majd arra a meghallgatásra. Nincsen sok időnk, és el kell érnünk a második comedy skillt, ami szerintem egészen messze van. Na jó, de nagyon messze van. Szóval ezen dolgoznunk kell, és sajnos nagyon rossz minőségű az ágyunk, úgyhogy nagyon sokáig fog aludni Macy, és lehet, hogy ezt előbb kell fejlesztenünk, mint a konyhát.
mert esküdélig fog aludni, és utána nem marad semmi időnk. Ez az, Damient előléptették, és kapott 400 nem tudom hány bónuszt, és 7 szimoleon óránkénti fizetés emelést, és kaptunk egy ilyen sketchpadet, amink már van, mert én, kedves felügyelőjük, gondoskodtam róluk már a legesleg elején. Ó, nem. Ops, ez egy styleboard. De sketchpadet is kaptunk szerintem. Az az, ami nekünk van. A tükröt áthelyezzük ide. Mert kell hely ennek a kis cuccnak. Így. Mondjuk engem zavar, hogy ott útban van ez a szekrényke-szerű dolog. Oda rakjuk az ablakba. Nem túl praktikus az a hely neki, de most jó lesz. És akkor ezek szerint a személyi eszköztárunkba ment a sketchpad, amit viszont eladunk. Ez az új 750-et ér, az nagyon-nagyon sok pénz. Úristen, ennyit kidobtam rá, mikor építettem ezt a házat. Nem voltam túl megfontolt. Ez a póz... Ez nagyon király, kedves Damien. Best pose ever! Jól van. Szerintem Damiennek kéne egy kicsit inkább ennie alvás helyett, get leftovers, és inkább tartsuk figyelemmel Macy-nek a szükségleteit és cselekvéseit. Jó, talán ennyi alvás elég lesz. Muszáj, hogy elég legyen, mert haladnunk kell a kis skillünkkel. Azt mondjuk Macy-nek, hogy tell jokes. Jó, egy gyors zuhany, és remélhetőleg nem fog nagyon elfáradni a meghallgatásig. Igazából a meghallgatás, hogyha sikerül, akkor utána nagyon békésen, nyugodtan szundízhat annak a tudatában, hogy semmi probléma nem lesz. Ó, Damien elment dolgozni, bár én nem akartam, hogy elmenjen dolgozni, de dolgozunk keményen. És igazából előléptettek, ez tök jó, csak így közben nem tudtunk dolgozni a skilleinkkel. Ez szomorú, de majd a következő munkanapunkon összeszedjük magunkat. Hajrá, Macy! Mondjuk biztosan nagyon lehangoló úgy a falnak fordulva gyakorolni, úgyhogy elnézést a mikrofon elhelyezkedésének a... Hát az elhelyezkedéséért, de... Muszáj volt. Úristen, mindjárt megyünk a meghallgatásra, és nem értük el a második skillt. Közben Damien kapott valami ilyen kis felugró ablakot, annak tudatában, hogy Damiennek lehetősége van egy darab cikknek a bemutatására, vagy beadására a Premier Culture Review Sign. Micsoda? Na mindegy, az a lényeg, hogy mit írjam. Számomra most ezek a szavak így egymás után tök értelmetlenek, de na, csináljuk ezt. Ez az bejött, és ezzel nyertünk egy kis szórakozás szükségletet. Ez érdekes, sosem tudtam, hogy ilyet lehet. Úgyhogy jól mentek a dolgok. Úgy látom, hogy közben Macy is eltávozott a meghallgatására, sajnos nem értük el a második skillt, úgyhogy nem biztos, hogy meg fogjuk kapni ezt a szerepet, főleg, hogy még csak nem is vagyunk magabiztosak. Ha, de mégis megkaptuk, ez az! Szuper, oké. Okay. Akkor gyakorolnunk kell a Playful Emotion és a Comedy skillt továbbra is fejlesztenünk kell, viszont egy nagy alvás ránk fér. Mikor lesz maga a szerep? Pénteken. Úristen, most csütörtök van. Jó, akkor nagyon-nagyon gyorsan össze kell szednünk magunkat, nincsen túl sok időnk gyakorolni. Ez egy kicsit szomorú. De remélhetőleg menni fog. Ó, kaptunk fizetést, Damien hazaérkezett. Szuper. Remek munkát végzett, de azért annyira nem. Nem remeket, mivel hát nem készültünk fel a munkanapjára sajnos. De most nem is adott olyan opciót, hogy otthonról dolgozzunk. Lehet, hogy így előléptetésenként azért egy-egy napot be kell mennünk a munkahelyünkre, vagy fogalmam sincs, vagy csak szimplán lemaradtam róla.
Ne haragudj, Marcus Flex, nagyon jól éreztünk magunkat múltkor veled, viszont most vannak szükségleteink, amikről gondoskodni kell, illetve a munkahelyünkre is fel kell készülnünk. Úristen, azért ennyire ne nyomuljál már, légy szíves, hát azért nem kell percenként felhívni. Tudja, hol a határ, jó? Elég rosszul áll a szénád most. Egyébként Love Day közeleg, és szeretnék még felvenni részeket, mielőtt ezt egyáltalán látjátok, úgyhogy így lehet, hogy nem tudtok majd választani, mert szeretnék Damien-nel elmenni, valakivel randizni, de azért mindenképp írjátok le a véleményeteket, de nem biztos, hogy tudom garantálni, hogy teljesüljön a kívánságotok. Majd meglátjuk, lehet, hogy inkább addig felveszem a többi sorozatból a részeket, és akkor abból láttok többet, nem tudom, hogy melyik a fontosabb, hogy választhassatok, vagy pedig az, hogy jöjjenek részek, akár az ünnepek alatt is, meg a vizsgai időszak alatt is. Ez micsoda? Nem tetszik a megjelenésünk? Ez fura. Oké, Macy most tök jól érzi magát, használja a mosdót, illetve nézze majd Comedy csatornát. Mert az elvileg playful állapotba hoz minket, remélhetőleg, és fejleszti a comedy skillünket. És akkor tudjuk tanulmányozni a playful emotion-t, amire szükségünk van. Mármint most mit csináltunk? Ja, ezzel csak playful-e váltunk. Oké, funny interakciókat kell végrehajtani. Úgyhogy megvárjuk, míg Damien felkel, és akkor vele viccelődünk egy kicsikét. És nagyon büszke vagyok Macyre, hogy ilyen jók a szükségletei most. Még csak 25%-ig van kész a skill fejlesztésünk, pedig amúgy nagyon-nagyon próbálkozunk, úgyhogy nem tudom, hogy pontosan mennyit kéne fejlődünk. Ó, 75, elég gyorsan felugrat. Viccelődjünk egy kicsiként. More choices. Funny? Knock-knock joke. More choices. Funny. Do an impression. More choices. Funny. Joke about politicians. Remélem ez számít. Igen, ez az Flash Crazy Eyes. És mi legyen az utolsó? Legyen még egy knock-knock joke? Azok örök klasszikusok. Ez az, megcsináltunk mindent, ami szuper. Áthívhatnánk a rendezőt. És mit kell még csinálnunk? Igazából túl jól vannak. Macy gyakorolhatja egy kicsit a színészkedést szerintem, mert az később így is úgy is kelleni fog, és nézzétek, mennyi playful emotionja van. Damien pedig elmehet egy kicsit zuhanyozni, illetve megnézzük, hogy most mit tudunk vásárolni ebből a pénzből. Én nagyon szeretném, hogy Macy jobban aludjon. Egyelőre odaadom ezt. Odaadom, odarakom ezt az ágyat, és megnézem, hogy mennyiért tudnék venni egy sokkal jobbat. 2250-én, nem lenne fair Damien-nel szemben, hogyha az összes pénzt elköltenénk. 666. Igazából ezek nem sokkal jobbak, csak drágábbak. 633. Ez jobban illik ehhez a lakáshoz, úgyhogy vásároljunk egy ilyet Macy-nek, legyen mondjuk rózsaszín. De nem Macy-hez, nem mondanám a rózsaszínt annyira, szóval nem annyira hambos-babos, de azért a kék meg a piros egy kicsit férfias az ő szobájához. Legyen ez a zöld. Oké. És majd Damien is kap egy új ágyikót valamikor. Verjétek, 1070-ből csak ezt tudjuk megvenni, ez nem túl jó, ez még csak 5-ös relief, illetve hát energy szintű. Az nem felel még meg. Egyelőre Damiennek sajnos ezen az ágyon kell aludnia. Viszont megnézem, hogy tudunk-e venni ebből már sütőt. Valószínűleg nem, mert az előző alkalommal is ennyi pénzünk volt. Love Day! Úgy érzem, ez elég nagy csalódás lesz mindkettejüknek, bár szerintem Macy azért nyomulni fog majd valakire, de sajnos ebben a részben erre már nem lesz időnk, majd kitalálunk valami menő Love Day programot nekik, hogy ne unatkozzanak. Nagyon nézzétek azt a nyuszi papucsot! Hát, ha nem ez a legaranyosabb dolog ever, akarok egy nyuszi papucsot. Lol. Ez a kis
ügynökség elég béna. Jól van. Ezt meg kéne javítani. Damien, egy kicsit javítsunk a handiness jártaságodon, mit szólsz. Te vagy a férfi a házban, úgyhogy próbálkozz meg vele. Meg hát te dugítottad el, szóval azt csinálja meg, aki okozta a kárt. Otthonról fogunk dolgozni. Most résem voltam. 3 fényképet kell készítenünk, ez azért nem egy nagy feladat. Take photo. Ezt pedig eladjuk. 20-at kapunk. Lefényképezzük a fürdőszobánkat. Na mindegy, én itt most elköszönök tőletek. Remélem tetszett nektek ez a rész, és tartsatok velem legközelebb is, de addig is legyetek jók. Sziasztok!